Üdv mindenkinek, illetve a Need for Speed High Stakes üdvözöl ismét mindenkit benne. Ibolya szír bömösünk és a töretlen challenge. Meghoztam azt a döntést távol létetekben megint, hogy egy utolsó nagy kalandra elindulunk Ibolyával, és még pedig ez az lesz, hogy megpróbáljuk vele pótolni saját magát, és még egyszer utoljára nyerjen el nekünk egy másik autót a hasonló kategóriából, hogy indulhassunk azon a versenyen, amit ő már nem tudott megnyerni. Csak hogy lássátok, Fairplay jegyében én erre a versenyre már neveztem. Gyakorlatilag ilyenkor az történik, illetve az történt, hogy bekapcsoltam valami streamet háttérzajnak, hogy gondoltam, én már nem csinálok semmit, alszom, és beállítottam, hogy a számítógép kapcsoljon ki egy óra múlva. De meggondoltam magam közben, meg elkezdtem írni valamit, és az egy óra pont a videófelvétel közepén járt le, úgyhogy a futamnak így a második kör felénél sikeresen véget vetett az, hogy leállított a játékot, és az egy olyan csalásforma volt, amit mi régen rendszeresen alkalmaztunk, hogy ha ez a verseny esetleg nem áll úgy, ahogy szeretnénk, akkor alt-F4-ezzük a játékot, és visszakapcsoljuk, és akkor újra lehet próbálkozni. Szóval igazából effektíve ez történt most is, csak nem volt benne szándékosság, de akkor itt legalább előjáróban tudom jelezni, hogy nagyon durván fennáll az esélye annak, hogy Ibolyától itt búcsút kell, hogy vegyünk. Hármas szintű merci az ellenfél, bullseye. És még a rajtunk is szar. Szóval hát ez valami fájdalmasan lassú, ahogy mi indulunk. Nagyon sok minden más is fájdalmasan lassú lesz, tehát nagyjából ez az a szakasz, ahol most megyünk. És majd nem most, hanem a második körben, amikor már lesz sebességünk és nem gyorsulunk, ahol valamennyire utol tudjuk őt érni. Ott, ugye több esélyünk nem lesz, mert hogy két körös a verseny. Úgyhogy ja, most annyi igazából a dolgunk, hogy ne pánikoljunk, ahogy ő eltűnik a messzeségben, és próbáljunk a lépést tartani, amennyire csak lehet. Emlékszünk arra a versenyre, ami így a Ibolya színű kollégának így a végét jelentette, mint aktív versenyző. Tudjuk, hogy az a rész, ami most jön a pályán, egyértelműen időveszteséget fog jelenteni nekünk, és ez teljesen oké, amíg ez az időveszteség nem túl nagy. Úgyhogy nyugalom, legyünk lőtávolon belül, más nem tudok javasolni. Ez olyan 2,5 másodperc most, és természetesen sajnos egyre nagyobb lesz. Szóval nagyjából olyan 3-3,5 másodpercet fogunk automatikusan fogni ezen az útszakaszon, ami eléggé rohadt ijesztő. De hát ez van, ezt kell szeretni, ezt meg tudunk főzni. És hát ugye ez volt a másik szakasz, így a kör vége, ahol korábbiakban én tudtam valamit hozni, csak hát most már a kocsink olyan rossz állapotban van, hogy ez se garantált, sőt. Úgyhogy effektíve az lesz a mi nyerő stratégiánk, hogy a kör elején megpróbáljuk beelőzni Bozájt a nagy lendületünkkel, amit most így a lejtőn lefelé összeszedünk, és ha ez sikerül, akkor foggal, körömmel magunk mögött tartjuk, hiába van másfél-kétszer gyorsabb kocsija, mint nekünk. Utolsó kör, csodálatos. És azt hiszem, hogy nekünk most vége is lett, hogy kocoltuk a falat, pedig itt lehetett volna rajta hozni. Hát szegény Ibolyám, azt hiszem jobban jártam volna, kiviszem a garázs mögé és fejbe lövöm szerencsétlen, mert most így ez a szerencsétlen ronda ember elviszi a roncstelepre, én meg el kell, hogy költsek 20 000 dollárt egy új autóra, ez fáj az egészben a legjobban. De hát ez van. Tehát látjuk, azért most tudtunk rajta hozni, de nem eleget. Tehát azt mondom, a kocsi egyszerűen már túlzottan össze van törve ahhoz, hogy ezt a versenyt abszolválni tudja. Szarügy! Ó, szegénykém. Hát itt, innen, nem, tehát hogy ezzel. Hát ez úgy nem. Mi mindent megtettünk. Hát így azt hiszem közel tökéletes autózást kellett volna produkálni ahhoz, hogy jelen állapotában ezzel a BMW-vel nyeríthetjük autóversenyre emlékeztető dolgokat. Így azt gondolom még, hogyha nem is ütjük meg ott a falat sokkal beljebb, akkor sem ütjük volna, ez túl nagy hátrány. Áú, júj! De legalább meg tudom nektek mutatni, nézzetek a jobb felső sarokba, ha eddig nem tettetek volna, amikor egy alkatrész 67%-os sérülésig jut, ameddig normál játék körülmények közt nem nagyon lenne szabad jutni a 8 körös versenyekre, ez fárszor előfordult annak idején, de úgy máskor nem, akkor pirosra vált. Az értékező. A levágás nem is tudom, mennyire levágás egyébként.
Úristen, szegény. Hát. És az a szomorú, hogy vicces, hogy ezért ugyanúgy megadnák a 10 000 dollárt, feladnám, úgyhogy hozzá végül is nem jár rosszul. Hát ez van, kérem szépen, mi megpróbáltuk. Hát, ha meg tudunk spórolni 20 000 dollárt, a helyette a szívünk szakad meg. F-et, jadófampot, biblefampot, mind lehet spammelni, meg kommentelni, de hát végül is. Mi más tehettünk volna ez a logikus konklúziója, Ibolya BMW-s történetének. Igen. Kis panszkival jobb esélyünk lett volna, azt hiszem, szóval buktuk a kocsinkat. Hüpp. De nem baj, semmit nem számít, a trófeák nem változik meg. Ez azt jelenti, hogy én most nem akarok elkölteni 44.500 dollárból semennyit egy másik autóra, mert Yellow Grid, helyette inkább fogjuk ezt a Corvette-et, és nevezzünk be erre a versenysorozatra. 5 ellenfél, 2 körös A-s és B-s kocsik is lesznek, a B-s kocsik értelemszerűen upgrade-elve. A probléma csak az, hogy ezt a kocsit én indokolatlanul összetörtem azon az egy futamon. Ez egyetlen versenyem volt ez az autó, és már úgy néz ki, mint akinek nem tudom, 3 Trabant jött neki szemből. Úgyhogy... Felől nincs kétségem, hogy mint autó simán lenyomja a versenytársakat, de hogy tudok-e rá kellően vigyázni, hogy ne... dögöljön meg a versenysorozat végére, azt nem tudom. Szóval... Ha jól látom, a két pontiek, aminek köze nincs ez a kocsi, tehát azt a 27 000 dollárba kerül, meg upgrade-elt Mercik és BMW-k, Jaguar ilyesmi nincs. Szóval ezt igazából röhögve kéne nyernünk. Menjél már arrébb, barom! Hájra itt a múltkorban is állt a kocsival. Mondtam neked, hogy menjél arrébb, de te nem hallgattál rám. És hát igen, ilyen csőpályát tükrözve van. Az nem volt egy okos ötlet, amit én most csináltam. Szóval, hello! Jó, látom, ez meg upgrade-elt is, mert hogy bukós isakban az ember fején. A nagyon magas szintű kocsiknál már fejlesztés nélkül is bukós isakban ülnek, de ez még nem az a kategória, hogy pontieknek a sofőrje sisakos, akkor ő rakott extra pénzt a kocsijába. Ezért tud ezt kanyarodni, kérem szépen. Jól van. Szegély Ilona. Gyászolom. Na hát úgy látom, meg is leszünk, ha sikerül elkerülnem az alagutas katasztrófát. A kocsi szinte ugyanolyan állapotban van, mint ahol elindultunk. Úgy látom, Van to Beat-nek a neve nem igazán fedi a No Man Has No Man kategóriáját. Szóval igen, versenyzés terén ez nem lesz egy olyan nagy kihívás. Ja, hogy ez knockout, ezt el is felejtettem, ez kieséses verseny, Van to Beat túlélte. És az iRate nem Pontiacban van, Chevrolet Camaro-ban. Én tudom már, mi történik körülöttem, csak nem vettem észre. Szóval messze nekem a legjobb kocsi. Úgyhogy ez tényleg elsősorban az lesz a kérdés, hogy a következő adag versenysorozatot végig tudjuk-e csinálni ezzel a Corvette-tel. Ugye időlőre muszáj is leszünk fejleszteni, egy újat venni, amikor egy olyan versenysorozat jön, amit tudom én már duplás kocsi kell, ami nem tudom a következő adagnál van-e. Vagy hogy azonnal most, te miért rajtolsz gyorsabban, mint én, te tudod? Vigyázzál, mert tudom, hogy neked a legjobb kocsid, és én lehet, hogy téged kicsinálok. Szóval az nem egy Pontiac. Illet volna felismertem. Egy pici drága, ez nem 3000-re drágább, mint a Pontiac, úgyhogy igen, ez a kocsi azért most még tud kanyarodni szerencsére. De ne próbáljál már meg megelőzni, hát láttad, mi történt a múltkor azzal, aki megpróbált neked, hogy... Te szexuálisan nem különösebben aktív ember, te! Jó, tök utolsó, valószínűleg nem marad az. Ne dudáljál, most mindenkire nagyon haragszom, te menjél arrébb. Szóval most teljesen megkavartuk a dolgokat, a legjobb kocsi van leghátul, 7 másodperccel. Az én kocsim pedig megszenvedte ezt a kis interakciót, úgyhogy ilyet többet ne csináljunk. Ilyet többet ők se csináljanak. Kérdés az, hogy iRate... Hát van másfél köre, olyan 7 másodpercet ledolgozni. Szóval igen, azt kezdtem el mondani, hogy a kocsi nagyon gyönyörűen tud most még kanyarodni. Maradjon is ez így. Bár lehet, hogy annyira nem tud jól kanyarodni, csak ahhoz képest, amit Ibolyában átéltem, már ez is egy csoda. A fene tudja, de hát igazából a versenytársak helyzetét tekintve, hogy talán csak a általán felvert port látják. Lehet, hogy mégis igazán van. Szóval érdekes módon a két BMW, a BMW meg a Merci egyelőre, a második és a harmadik, Van to Beat egész szépen élt a felkínált lehetőséggel, mondjuk így Diamond X-e a Pontiacban nem teljesít túl jól, és iRate még mindig nem tudott
javítani, de hát kellett neki emberkednie, ugye a Rasta tudna neki mesélni, hogy az nem egy különösebben jó ötlet, kezdünk egy gyakorlatlanul nagyot, hogy akkor csinálugrasson a hídon, szuper. Közben továbbra is figyeljük árgus szemekkel, hogy ki lesz az utolsó. De ez a 7 másodperces különbség csak-csak nem akar csökkenni. Úgyhogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy búcsúzunk Irate-től. Ami nem baj. De megint annyira nem is érdekes. Igazából csak személyes okokból esik jól, hogy a hülye gyerek megpróbált leelőzni. És hát látjuk, mi történik azokkal, akik megpróbálnak leelőzni. Meghalnak mind, vagy valami ilyesmi. Ezért közben a második helyre feljött a másik jó kocsi. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy esetleg Irate tud-e valami kis trükköt produkálni. Nem, búcsúzott. 12 másodperc hátrányodott a vége számára. Hát így jár, aki megpróbál leelőzni, mint már említettem. Úgyhogy Snowy Ridge, ez az első alkalom, amikor ezen a pályán nem úgy versenyzel, hogy csak ketten vagytok, és úgy méltó finálé az első ilyen kieséses versenysorozatnak, mert tényleg messze a legnehezebb pályán, mivel találkozol a játéknak eddigi pontjáján. Igen, megint itt a fánk, fantasztikus. Go! De a saját érdekedben mondom, Diamond X, ezt az előzés nevű marhaságot, ezt úgy felejtsd már el. Nem emlékszel, mi történt a kelták földjén? Továbbra sem értem se a logisztikai, se az anyagi vonzatait ezeknek a versenysorozatoknak, de hát ez van. Inkább legyen értelmetlen, hogy tudjak rajta poénkodni, mint hogy modern Need for Speed legyen. Képzeljétek el ezt a játékot mai grafikával. Hát csorogna a nyálam. Azért, hogy csorog a nyálad, azért nem kell befolyatni az ülések közé és falnak menni, miközben próbálod felszárítani, barom. Szóval a felfüggesztés hivatalosan is narancssárga lett, alig mennyi 3 verseny után ezzel az autóval? Hát igen, minél gyorsabbak, annál nehezebb őket kordában tartani, és nincs itt Klárika, hogy segítsen. Ez egy híd. Ezt jól megaszontam. De vicces látni, hogy szinte biztos vagyok benne, ez ugyanaz az asset, ugyanaz az elem, amit a kindiek parkos pályán használtak. Mi a... virító, citromsárga, félig összetört péniszemet csinálok itt a versenyek közben? Hát konkrétan mindjárt utolérnek. Nem csak a versenytársaim, hanem a biztosító társaság is, és azt hiszem az lenne talán a legnagyobb veszély. Közben, ha megnézzük, hogy mi újság a versenytársak házatáján, Diamond X ebben várja a pillanatot, hogy még egy ilyen elbaszást elkövessek, hogy leelőzzem. Egyébként teljesen szét van szakadva a mezőny, 5-7, illetve hát még 5-6 másodperc a különbség az egyes versenyzők között. Ilyen távolságban a térképen a gombócok szerintem még nem is voltak ebben a sorozatban. Úgyhogy ebből a szempontból legalábbis különleges ez a verseny. És ez effektíve azt is jelenti, hogy minden egyes másodperccel egyre jobban elfelejtek vezetni, valamint azt, amit próbáltam elkezdeni mondani, hogy elég egyértelmű, ki fog kiesni, azt hiszem most búcsúzni fogunk a Rapidótól. Want to beat azok után, hogy az első versenyen mérhetetlenül fosadék dolgokat produkált, a másodikhoz nagyon jól élt a kis balesettel, és azóta is bőven versenyben van. De a nagy kihívás neki azt hiszem a következő után lesz. Alig másfél másodperccel volt a gyorsabb, amit akkor álló rajtól indultunk, de jó végezdem, egyre szánalmas körül lehetett. Na jó, szóval Rapidó és a Mercie eltűnik. Durham Road ezen a pályán nem fognak megverni. Igazából egyiken sem fognak megverni, ha csak nem megyek 27-szer falnak, de ez most már nem igazán kizárható. Ugye? Szóval kezdjük érezni, hogy egyre nehezedik a töretlen challenge, hogy egyre gyorsabbak az autók, és úristen, ezen a pályán este van, és nekem szinte biztos, hogy nincsen már előső lámpám. Erről nem is emlékeztem, hogy ezen a pályán ez a verseny este van. Oké. Jól van. És hát ugye itt falnak megyünk, akkor itt nagyon falnak megyünk, ahol itt a
ilyen elválasztók vannak, itt nagyon könnyen tönkre tudjuk tenni magunkat, úgyhogy most extra óvatosan fogok vezetni, sokkal gyorsabb, extra óvatos, ez az extra óvatos vezetési stílusom, de sokkal gyorsabb a kocsim, mint az övéké, szóval inkább maradjunk egy darabban, és ezt kellett volna csinálnom végig, de majd most. Oké, már annyira szar állapotban van a felfüggesztés, hogy az ilyet meg sem érti. Ez valahol elszomorító. Mondjuk modern kiadásban úgy tudnék elképzelni egy ilyen játékot, hogy... Tehát így a klasszikus 90-es évek végi, 2000-es évek elejé autóversenyes játékokban az volt a megoldás. A pályák újrahasznosítására, hogy előre, hátra, erre tükrözve, arra tükrözve, hátra, erre tükrözve, hátra, arra tükrözve, esetleg ilyen, hogy este. De ma már a simán opció, hogy mondjuk egy pálya az egy ilyen nagyobb terület legyen, 4-5 különböző, nem is tudom, járattal, meg útvonallal, amelyek egy része versenyről versenyre el van zárva. És egy ilyen Durham Roadon lenne 6-7 kereszt utca, kicsit nagyobb, és akkor minden egyes bajnokságban, vagy a legtöbb bajnokságban kicsit más helyen kell menni. Tehát tök egyedi identitásuk maradhatnak, különbözhetnek radikálisan egymástól, hogy keltáktól a havonától, mit tudom, ahol vagyunk mostig. Nagyon bírnék valami ilyesmit. Még nem tudom eldönteni, hogy lesz-e itt érdemi küzdelem a futam végén, de ahogy látom, van. Nagyon közel van, előzés, és ha nem azt figyelem, akkor talán most a felfüggesztésem nem sérül meg, de belenyomtam a gázba, hogy azt próbálom követni, hogy vajon ki lesz az ellenfelem az utolsó versenyen. Want to beat, mintha csodát tett volna, és maga mögött hagyta a pontieket, nem is kicsit. Bár még van ideje elcseszni. És most már megint nagyon lecsökkent a különbség közöttük. Hát ez sokkal izgalmasabb, mint bármi, amit én itt csinálok, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Ez tényleg kétesélyes. Uff. És hát a full upgraded BMW nem egy rossz autó, mint láthatjuk. Úgyhogy... ő lesz az, akit nagyon durván el fogunk picsázni ezen az utolsó versenyen. Vágjunk is bele, mielőtt van ideje eszmélni, hogy hogy vagyunk, hogy kerültünk azonnal át egy nemzeti parkba, miért versenyzünk itt, és micsoda, és hogy, és különben is, azt hiszem bőven túl teljesített. Nekünk pedig a kötelezőt kéne hozni. Igazából legyünk nagyon gírnyók, csak a vicc kedvéért. Ugye van egy szabályunk arra, hogy azokkal, akik engem leelőznek, történni szokott valami. Emlékeztek erre a szabályomra? Emlékeztek erre a szabályomra? Oké. Okay. Tökéletes. És most vágunk a futam végére. Lehet, hogy kicsit túl korán szóltam, bár még így is valami 6 másodperc előjön van. 5. 5. 4. Ilyen nem történt semmi. Ezt nem is kell látniuk a nézőknek. Vágás, vágás, nem történt meg, fake news. Hát mondtam, hogy ez egy teljesen sima verseny, az minden komplikáció nélkül, mert valaki megelőzött és olyat nem szabad. Szóval ezt a versenysorozatot is letudtuk, és közben azon gondolkodtam, viszlát Want to Beat, szép próbálkozás volt. Hurrá! $40,000 Yellow Grid, ebből 20-at el kell költenem valami szarra, és azon gondolkodtam, hogy csak a vicc kedvéért vásároljunk egy Merci. Minden, amit tudok a játékról, azt mondja nekem, hogy a Magma Rager, hogy ez rosszabb autó, mint az alternatíva, a BMW, de... gyönyörű, tökéletes. Eldobható Merci, egyszer használatos. De legalább a változatosság kedvéért. Bömös Ibolya szellemi örököse. 4 kör, 4 ellenfél. Prő ellenfelek. $5,500. Jöttünk bosszút állíti mocskok. Szóval konkrétan fogalmam nincs, hogy kell ezt az autót vezetni. Itt van Want to Beat már megint, meg Diamond X. Szóval konkrétan fogalmam nincs, hogy kell ezt az autót vezetni, és konkrétan fogalmam nincs, hogy ez egyes kategóriája, ez mennyire rosszabb, mint ezek a turbózott járművek. De hát érezzük, hogy nem valami gyors. Most még. Hát elvileg, hogyha igaz, amit állítanak, az autóról, akkor majd a hosszabb, gyorsabb szakaszokon
hogy nagyon rá kéne tudnunk verni a BMW-kre, mert hogy a top sebességünk magasabb, tehát majd a kör vége és a szokásos szakasz, amit szoktam mondani, az elvileg nagyon az előnyünkre kéne, hogy váljon. Hogy az így lesz-e, te mit csinálsz, te hülye, hogy gép is tud reszetelni, nagyon vicces. Szóval majd meglátjuk, hogy ez így van-e. Scream-mel azt hiszem még nem találkoztunk, úgyhogy újabb gépi versenytárs. Van előső lámpám. Annyira fura. Nem lesz sokáig, az biztos. De egyelőre érdekes kis luxus. Szóval ez egy három versenyes bajnokság, tehát nagyon nagy hátrányt azért ne szedjünk össze. Tehát a múltkori ezt a negyedik hely ezen a pályán. Nem volt különösebben előnyös, onnan már kihívás lesz volna visszarángatni ezt. Ezt a futamot tényleg meg kéne tudnunk nyerni, és akkor utána lesz némi játéktér. Én nagyon erősen appellálok arra, hogy itt mi most majd nyerünk, meg arra, hogy az autó nem annyira szar, mint amilyennek érzem, de hát konkrétan kis túlzással Ibolyában szívesebben ülnék, mint ebben, és nem csak a szentimentális tényező miatt, hanem mert ez egy rohadt merci, és nem valami jó. Mert ez nem a Forma 1. Na akkor elvileg mondom, most jön az a rész, ahol ennek a kocsinak szarrá kéne verni a versenytársát. Mindjárt meglátjuk, mit tudunk kezdeni Scream-mel, aki egy jó kis max upgraded BMW-ben üldögél, ami mondom, az én logikus tudásom szerint minden szempontból és minden tekintetben százszor jobb, mint amik is égszínkék, bugyikék fosunk. Ha bugyikék színű a fosod, akkor sürgősen menj el orvoshoz. Szolgálati közleményeket ezen mellett tudtuk. Szóval én igazából azon gondolkodom, hogy te figyelj már, ki akartam lökni, mert hogy ő még veszélyes lehet ránk néző, de nem sikerült, úgyhogy akkor kénytelen leszek beérni azzal, hogy leelőztem. Franc van. Nem riadok én vissza a piszkos trükköktől, ha arról van szó, látjátok. Csak ez kicsit olyan, mint a Crusader King Let's Play-ben annak idején lett volna az, hogy meghívunk trókövetelőket a birodalmunkba, hogy túl egyszerű úgy nevekedni, úgyhogy ezt nem csináltuk. Ezen a szakaszon újra rám ver a gép, most éppen a BMW-vel, de ahhoz képest, hogy ennek a kocsinak elvileg helyileg ide magas a végsebessége, bár ugye nyilván köze nincs egy upgrade a BMW-hez. Na mindegy, utálom a mercit, ez a mondani valóm lényege. Te ne... Tudod, mi történik azokkal, akik megelőznek? Lehet, hogy ezt az állásfoglalást kibővítem azokra, akik megpróbálnak megelőzni. Oké, hash. Hát kérem, a legizgalmasabb dolog, ami történt az eltelt időszakban, az, hogy buktam az egyik előső lámpámat, illetve hogy Tortus már megint... Már Tortus? Oké, én is vettem észre, helyet cseréltek mögöttem Tortus és Scream. Nagyon keményen fognak küzdeni most a második helyért, arról már szó nem lesz, hogy valamit bármit csináljanak, de erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fogott végül ez is térmet begyűjteni. Egyelőre úgy néz ki, hogy Tortus, akiért... 5 másodperccel azelőtt, hogy visszakapcsoltunk, még harmadik volt. Na, igen, és Want to Beat nem nagyon tudta onnan folytatni, ahol abba hagyta. Lehet kurvákra és PR-ra költötte el azt a rengeteg pénzt, ahelyett, hogy upgrade-elte volna a kocsiját, hogy én nem is tudom. Már helyettosan átült egy Mercibe. Hát azt hittem, hogy te tudod, hogy melyik a jó autó, te nagyon hülye. Minden esetre a Kindiek Parkon folytatjuk. Itt nem emlékszem már, mi a csavar a pályán, hogy megfordítják-e, esik-e az eső, fejjel lefelé van, és a többi. Esik az eső. És egyébként azt hiszem sima. Vagy azt hiszem már, hogy azt hiszem, hogy visszafelé útvonal. Ez igazán fel kéne ismernem azonnal. De lerajtolnak engem ezek a BMW-k. Wow, nagyon érdekes, most láttam, hogy Tortus BMW-ek kevésbé jól muszkulnak. Ugye nagyon meg lehet volna egy szivatni, nagyon meg lehet szivatni. Repül a Merci, ó anyám! Oké, szóval hirtelen egy valódi versenyre került sor, ahol tök utolsók vagyunk. Csodálatos. A Mercedesnek nincsen szárnya, de nagyon hülye. Oké. Hát te most már tényleg elmészhetnél valahová, ahol nem autóversenyeznek emberek. Ön is közveszélyes a vadbarom állat. Szépen ki is ejtette magát a versenysorozatból, ezzel azt hiszem, hogy nem fog onnan visszamászni. Uff. Igen, azért ez nem könyörödik úgy, mint egy BMW.
Vagy mint a Corvette. Ez egy minden szempontból szarabb kocsi. Egyszerűen nem látom, milyen körülmények közt kerülne elő ez az állítólagos magasabb végsebesség. Megint ez nem egy különösebben fair helyzet ennek a letesztelésére, mert upgrade-elt kocsik ellen megyünk, de akkor is. 100-ból 115-ször, egy dudáljál hülye. 100-ból 115-ször választanám inkább a BMW-t. A győztes autóversenyzők a BMW-t vállalják. 10-ből 9, a tizedik meg nem tudom. A broncs bömös ipaga ellen ment, úgyhogy az őszaba nem számít. Uff, a bíves sárkány. Oké. Okay. Szóval egy kör alatt beértük a tisztelt társaságot. Hello. Akarnál te egy kicsit másfelé menni? De ugye a harmadik lett az előző versenyen, tehát ha most második lesz, akkor 15 pont előnyünk van. Tehát akkor csak az a cél, hogy megjöttek utolsó. De csábító, hogy valamit csináljak valami nem túl udvarias, és a sportársi etikával nem összeegyeztethető. Na, arra nem volt szó, hogy én fennakadok közben mögött tettem, marha. Mit tettem? Ezt a kocsit úgyis egyszer fogom használni, gondoltam miért ne. Bohóckodom egy kicsit. Ennek a bohóckodásnak a következménye az, hogy újra 6 másodperc hátrányban vagyok az első helyezethez képest. Tortusz meg második, holott pont abban bíztam, hogy tökre lesz maradva. Hát ezért ne legyünk agresszív, kis malacok veszem. Szeretném visszakérni az első helyet, mert most vissza egy pillanatra nem voltam szerintem még első ezen a versenyen. Az a villanypózna nem törik ki, annak nem engel neki. Az a megállíthatatlan erő és a mozdíthatatlan objektum esete és a mozdíthatatlan objektum nyer, hogyha azon a baszott nagy villanypóznával tudott össze csókolóznál. Szóval mi a helyzet? One to beat? Egyáltalán nem the one to beat. Tortusz most harmadik, Scream a negyedik, ha ez így maradna, az azt jelenteni, hogy Tortusznak van a 45 pontja, nekünk 60, és akkor ugyanaz állam, az előttelmeknek. De úgy látszik, elég szépen jön fel Diamond X-re, én meg ezzel túl sokat foglalkoztam, egy kényerűen bementem az árokba. Fantasztikus. Nem az. Nem volt túl ügyes megoldás a részemről. RIP pozíció. Na azért ennyire ne legyünk már pofátlanok. Az oké, hogy egy megelőz, az oké, kettő megelőz, vagy három. Valahol meg kell húzni a határvonalat, kérem szépen. Érdekes kanyarvétel volt ez versenytársak részére. Utolsó kör. Na igen, itt szépen beelőzünk szerintem. Nagyon sok múlik az, hogy hogyan koccanunk össze, vagy basz meg! Oké. Hát ez a verseny nem alakul úgy, ahogy szeretnénk. Scream az első, Tortusz a második. Mennyit tudunk visszahozni a hátra levő időszakban? Most már akkor ez a kérdés. Damage control. Ha harmadikak vagyunk, akkor az 5 pont hátrány. Ami már hogy a Tortusz az első, és egyelőre nem Tortusz az első. Oh, anyám. Van to beat, menjél arrébb, nincs idő a hülyeségedre. Úgy csak fogsz már nyerni. Menjél arrébb, hülye! Na, menjél arrébb, hülye! Na, menj, ne figyelsz-e! Hagyd ne sem velem! Takarodjál be mögém a nézikére! Legalább nem vagy utolsó. Örülnek. Szóval Scream és Tortusz. Egyelőre az ő sorrendjük így egymás közt ideális. És hát, ha lelassítják egymásnak valami. Összeütköznek és felrobban mind a kettő, és halálos balesetet szenvednek, hogy én nem tudom. De ide figyelj! Ezt te csinált! Nem mondod komolyan! Ezt mérhetetlenül lazáztam, szóval azt jelenti, hogy van 3 darab 50 pontos versenyző. És harmadik helyről indulok a... Ez szerint mindent eldöntő futamon.
Oké. És hát ezen a pályán a korvettel is olyan szinten elrontottam mindent, amit el lehetett, amit csak kellett, úgyhogy most egy ennél sokkal jobb teljesítményre lenne szükség. A mi kis hármas versenyünkben az nyer, aki legelő végez. Ez nem volt egy túl jó rajt. Oké, minden koncentrációra szükség lesz. Sajnos abban nincs sok. De takarodjál innen. Rád senki nem kíváncsi a 28 pontoddal. Úristen. Ez az autó nem bír kanyarodni. Miért válasz? Mi ez? Miért nem egy BMW-t? Mi ez a fos? Ja, mint a Bosch, csak a kínai verziója. Menjél már arrébb. Szolid 5 másodpercet kell már most behoz. Hát de csak nem is a jelós kanyarbevétel volt, felengedtem a gázt. És úgy sikerült így bevennie. Te jó ég. Hát te nem bírok kanyarodni! Menj, vászál le a korlátról! Mi ez? Ó, anyám. Na nehogy már, nehogy már. Na nehogy már, nehogy már, nehogy már. Basz. Hát nem látom, hogy fogok 10 másodpercet hozni a versenytársaimon. De nagyon örülök, hogy ebbe a kocsiba soha többé nem kell beülnöm. Miért vettem Mercit? Hát konkrétan kézifékes kanyarodásra fogok ráállni. Hát nem hiszem el, hát nem tudom bevenni ezeket. Ilyet szerintem sose csinálok. Hát különben ezeket a hajtókanyarokat egyszer képtelenség lenne bevenni. Csak ez is baromi lassú, ugye? 12 másodperc. Hát fantasztikus. Anyám. Oké, azt hittem abba belemegyek és meghalok. Szerencsére a játéknak más elképzelései voltak, és ott nem volt fizikai objekt. Szegény hóember. Ez a minimum, amit megérdemeltél. Közben megy az action zene, hogy én itt konkrétan 50-nel megyek fel a hegyre. Ide nem action zene kell, hanem izé pianíró. Aha, még izé szórjál lángokat is. Tudod, kiszórt lángokat ugyanígy? Bömös Ibolya, aki jó volt, te meg nem. Biztos nem tök én ebből kilépni valahogy? Á, igen, tökéletes. Bronzmedál. Ugorító. Nem akarom látni többé. Csodálatos. Igen, legrosszabb medálot színes Rófer. Nem tudom, azt tudod-e upgrade-elni. De ez kínos, ez mérhetetlen kínos. Két versenysorozat nyílt meg előttünk, az egyik egy Memory Lane nevű. Aminek azért az a neve, mert a Need for Speed 3-ból kezd el használni pályákat, importálták őket a 4-be, itt 3 darab 4 versenyes versenysorozat vár ránk. Hometown és Red Rock Ridge lesz a kettő, ami ide bármilyen kocsival lehet jönni, ami onnan van átemelve, itt az Atlantica és a Rocky Pass hozza ugyanezt. Itt a Country Woods és a Lost Canyon, ezeket mind szépen meg fogjuk nézni a maga idejében. 4 versenyes, kieséses dolog van, ez brutális, nagyon-nagyon hosszú és szenvedős, és itt már a dupla A kategóriás kocsit kell dupla A kategóriás kocsiért hoznunk, de hamarosan vennünk kell egy olyat is. A másik opció pedig egy bajnokság, Chevrolet Pro Cup, 3 verseny, valamilyen Chevrolet által gyártott autóval kell jönni. Milyen jó, hogy nekünk van olyan, ugye? Nem ez a szar, amit soha többé nem akarok látni, az egyetlen Class B autó, mert szerinted engem hol érdekel, tűnjél innen. De itt van ez a gyönyörűen lelkes roncsom, és ezzel a gyönyörűen lelkes roncsommal be fogunk nevezni erre, hogy győztes kap egy autót. Bónusz Chevrolet Camaro, mi ez, majd meglátjuk, a többi pénzt kap. És ezekre a versenyekre egy különleges pályasorozat van, ami nagyon menő, de...
de ki kell pihennem lélekben azt, hogy a Mercedes. Úgyhogy innen folytatjuk legközelebb.